Magyarország nem annyira nagy ország, ezért azt gondolnád, hogy a magyar nyelv mindenhol teljesen egyforma, ugyanúgy beszéljük. De mégis, amikor az ország egy másik részében élő emberrel találkozol, feltűhetnek kisebb különbségek. Természetesen a különbség nem annyira nagy, úgyhogy simán értjük egymást, de van néhány szó, amit az ország különböző részein egészen máshogy használnak. Például tudod, mi ez a kágyiló? Ha Zala megyei vagy, akkor tudod. De az ország többi részében ezt mesztelen csigának hívjuk. Bár Miskolcon pocos csigának hívják. Vagy tudod, mi ez a makuka? Szereted a stokerájt? Tudod, milyen, akinek ludály a feje? És tudod, hogy ennek a játéknak ötféle neve van az országon belül? Ha nem, akkor szerencséd van, mert ebben a videóban ezekre választ kapsz. Sziasztok, Osbát Norbi vagyok, és mindent elmondok nektek a magyar tájszavakról. Hogy egyből válaszoljak, a makuka szotyit jelent, és Miskolc környékén használják. De Szeged környékén ugyanezt ricának nevezik. Máshol pedig tutyellának. Ezek a szavak furcsának tűnhetnek, hogyha nem ott élsz, és az, hogy nem mindenki érti ezeket, csak akkor tűnik fel, ha az ország más részében élő emberrel találkozol. Na de nézzük akkor területenként. Azzal gyakran találkozni, hogy aki Borsod megyéből származik, az néhány dolgot máshogy mond. Például jöztök, vagy jöztök nálunk, esetleg valakinek három családja van, de van néhány szó, amit tényleg teljesen máshogy használnak. Például a furik, az a talicska. A levonó, az a matrica. A süsű, az a kapucni, amit egyébként Szegeden tutyinak neveznek. Ami azért érdekes, mert az ország nagy részén teljesen más hívnak tutyinak, a mamuszt. Ebből látszik, hogy teljes káosz van a szavakban, de az a helyzet, hogy én ezt nagyon viccesnek találom. De térjünk akkor vissza Miskolc környékéhez, mert rengeteg szó van még. A púp itt köldököt jelent. A csurkába vagy csuriba tett haj az a cof. A lajbi az a mellény. És itt gömbben mérik a fagylaltot, nem gombócban, a kóla pedig bármilyen üdítőt jelenthet. A sergő a körhinta. A pacuha az, ha valaki rendetlen. A pocos az pedig mesztelen. A csesznye az csúnya. Ha pustol a hó, akkor nagyon-nagyon fúj a szél a havat. A vinetta az a padlizsán. És a szakáka az pedig ez. Én talán Előke néven ismerem, de most már nem vagyok semmiben biztos, hogy hogyan mondják igazából. De a nyugati ország résznek sem kell szégyenkeznie, hogyha furcsa szavakról van szó. Érted például, hogy mit mondok, hogyha azt mondom, ott van a ruca a kaszrolyban, a lerben? Ha Zalában származol, akkor érted, hogy ott van a kacsa a fazékban, a sütőben. Előfordul itt, hogy valaki sikonyál, ami azt jelenti, hogy sikongat. A faragó, az a hegyező. A tixónak hívják a celluxot, bár a lehetre cellux is helyi szónak számít, szóval ez az átlátszó ragasztószalag. A csekmet, az gazos, rendetlen terület. Aki hömbölödik, az éppen legurul valahonnan. A málna pedig bármilyen szörpöt jelenthet, úgyhogy ne lepődj meg, ha megkérdezik, hogy kérsz-e málna-málnát. A konyhában pedig persze ott van a hüttő, a ler, a kaszroly, ahogy már mondtam is. Azt gondolná az ember, hogy csak az ország szélein lehet találni ilyen szavakat, amit máshol nem értenek, de ez abszolút nincs így. Pest megyében is vannak ilyen szavak. Például itt a pusi azt jelenti, hogy kismalac, a lefejjel az a fejjel lefelé, a part pedig nem feltétlenül víz mellett van, mert az emelkedőre mondják. Vagy éppen iporkának nevezik a hungarocelt. És van néhány dolog, amit az országban aztán tényleg mindenhol teljesen máshogy hívnak. Te például hogy nevezed ezt a gyümölcsöt? Mert hívják egresnek, köszmétének, büszkének és piszkének is, attól függően, hogy hol vagy. És ennek a krumpliból készült ételnek nálad mi a neve? A rendes neve tócsni, de Győrben beré, máshol cicege vagy lapcsánka. Én egyébként pampuskának ismertem, de most, hogy utána néztem a szavaknak, kiderült, hogy ez inkább valamilyen fánkot jelent, úgyhogy az én családom valószínűleg ezt rosszul használta. És ennek a játéknak mi a neve nálad? Én mérleghintának hívom, vagy libikókának, de Miskolcon lipityóka, Szegeden palincs, Zalában pedig döci, vagy kakashinta. És hogyan hívod a kenyérnek ezt a részét? Dumó? Sercli? Gyürke? Vagy az unalmas kenyér vége? Esetleg a kenyér sarka? Mindenhol az országban máshogy mondják. És még rengeteg ilyen szó van. Például a ludály az oválisat jelent Szeged környékén, aki lipántos, az le van betegedve, valahol Debrecen környékén használják, a stokeráj pedig sárga borsó főzeléket jelent. Itt egy térkép, ami rengeteg szót összegyűjtöttek, amit igazából csak helyileg használnak. Igyekeztem keresni Budapestre jellemző szavakat, amit esetleg máshol nem értenének az országban, de nem nagyon találtam. Arra gondolok, hogy a média miatt hamar elterjednek a budapesti szavak. Viszont egy azért van, a közért, amit már észrevettem, hogy vidéken nem igazán ismernek. A közért élelmiszerboltot jelent,
És régen itt Budapesten azt hiszem minden élelmiszerboltot így hívtak, ezért terjedt el, de máshol nem, ezért nem nagyon ismerik. Rengeteg tájszó van Magyarországon, több ezer, úgyhogy abszolút nem lehet felsorolni mindegyiket, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy te esetleg tudsz-e olyat, amit csak te, vagy csak a te környékeden élők használnak. Úgyhogy kérlek írd le kommentbe, és írd le mindenképpen, hogy melyik megyében, vagy melyik városban használjátok ezt. És remélem, hogy volt néhány szó, amire most ébredtél rá, hogy igazából az ország nagy részén esetleg nem értik. Szerintem nagyon szórakoztató ez. Sziasztok!